Számos pompás Corvina és díszkódex érkezett magyar gyűjteményekből és a világ távoli pontjairól az országos Széchenyi könyvtárba. A latin és görög egyházatyák műveit tartalmazó kéziratok közül több műtárgy első alkalommal látható Magyarországon. Kódexek és Magyarországon még soha nem látott Corvina különlegességek foglalták el helyüket a Széchenyi könyvtár vitrinjeiben. A három teremben kialakított tematikus kiállítás visszarepít minket a 15. századba, a Biblioteca Corviniana születésének idejébe, és bemutatja a budai könyvműhely világhírű alkotásait. Ez a magyar kulturális örökség közvetlen része, erre bármikor büszkén tekinthetünk, és nem csak azért, mert a saját büszkeségünket erősíti, hanem azért is, mert a nagyvilág is ismeri, számon tartja, pontosan követi a Corvinák történetét, a világát, hiszen egy-egy udvarban, egy-egy királyi könyvtárban elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen, vagy nem próbáljanak megszerezni egy Corvina kötetet. A kiállításra a Magyarországon fennmaradt 53 Corvina mellett külföldről is érkeztek Hunyadi Mátyás címerével rendelkező műkincsek, illetve Mátyás budai könyvtárára jellemző egyedi bőrkötésű művek. A világ különféle országaiból, neves őrzőhelyekről kölcsönöztünk kódexeket, például New Yorkból, Párizsból 5 darabot, Bécsből, a Vatikáni könyvtárból, Klosterneuburgból, Lipcséből, egészen rendkívüli darabok érkeznek, amellett, hogy szépek, nagyon fontosak a magyar könyvkultúra és művelődés történet szempontjából is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósított kiállítás médiapartnere az M5 kulturális csatorna.